Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreink, Isten tiszteletünket kezdjük meg egy közös énekkel. Imádkozásra hívlak benneteket, kérlek álljunk fel egy közös imához. Drága jó Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk te neked. Hálásak vagyunk, hiszen a bezártság idején is van lehetőségünk, hogy együtt legyünk. Ha térben ugyan távol is, de mégis érezhetjük a közösséget, érezhetjük azt, hogy mi összetartozunk. És köszönjük, hogy most együtt dicsőíthetünk téged. Te látod valamennyiünk életét, a küzdelmeket, a próbákat, a nehézségeket, a betegséget, a fájdalmat, de az örömeinket is. Köszönjük, hogy mindezt te hozzád hozhatjuk, és téged kérhetünk, hogy te adj megoldást, ahol megoldásra van szükség, és te add továbbra is az áldást, ahol pedig az áldásra van szükségünk. Kérünk, most, amikor a te ígédet szeretnénk megnyitni, és közösen elmélkedni erről, kérlek, áld meg ígéd szólóját. Használd föl, hogy jó eszköz legyen a te kezedben, hogy valamennyien épülni, erősödni tudnánk, és mindenért téged tudjunk dicsőíteni. Kegyelmedből kértük ezt. Amen.
krónikák első könyvéből, a 29. fejezetből, Dávid imájából olvasok. Hálákat ad azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet előtt, és mondta Dávid: áldott vagy te, Uram, Izraelnek, a mi atyánknak Istene, öröktől fogva mind örökké. Ó, Uram, tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökké valóság és méltóság. Sőt, minden valami a mennyben és a földön van tiéd. Tiéd, ó Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és a dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodol mindeneken, a te kezedben van mind az erősség, és mind a birodalom, a te kezedben van a mindenek felmagasztalása és megerősítése. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a te dicsőséges nevedet. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adásra, amit tettünk. Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettük, azokat adtuk vissza néked. Mennyei édesatyánk, szeretnénk neked hálát adni azért, hogy erőt adtál nekünk, munka lehetőséget adtál nekünk, és elláttál bennünket minden jóval. Hálásak vagyunk neked, hogy napról napra gondoskodsz rólunk, megvan mindenünk, ami az életünkhöz szükséges. Köszönjük neked azt, hogy az elmúlt időszakban, amikor mi elküldtük az adományunkat, a mi tizedeinket, azt te elfogadott tőlünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy volt mit elküldjünk. Bár nem lehet itt a gyülekezetben, a kosárban, de kérlek, te vezesd az útját, te add, hogy a te műved növekedésére hasznosuljon, te add, hogy az a rész, amit elhoztunk a mi jövedelmünkből, azon áldás legyen. És kérlek, te áld meg az otthon maradó részt is, te adj bölcsességet a felhasználásához, áldunk és dicsérünk téged. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. Sajnos most a járványhelyzetre tekintettel csak így virtuálisan tudunk találkozni. Mindannyiunknak nehéz ez az időszak, hiszen az új betegség, ez a járvány, már nem a világban valahol messze okoz problémákat, most már lehet, hogy a mi ajtónkon is kopogtat. De milyen jó, hogy Istennek minden élethelyzetünkre van megoldása. Rövid elmélkedésünkben arra keresünk választ, hogy hogyan tanácsol minket Isten az igén keresztül. Arra bátorít Isten, hogy az ő igéihez forduljunk tanácsért. A különböző összeesküvés elméletek és tévtanítások helyett. Mi a Biblia megoldása? Csodálatos tudni azt, hogy sem valamilyen járvány vagy más katasztrófa nem vethet véget a világunknak. Szigeti Jenő professzor azt írja: a kereszténység nem a világtörténelem csodálatos happy endjében, nem is a világkatasztrófában hisz, hanem valakiben. A kereszténységnek kezdettől fogva az volt a hite, hogy Jézus értünk visszajön. Jézus maga tanított bennünket arra, hogy senki nem tudja, mikor jön, mert úgy jön el, mint egy tolvaj. Ezzel a motivummal is a vigyázás fontosságára akarta felhívni a figyelmünket. Honnan tudjuk akkor, hogy Jézus hamar jön? Ha szétnézzünk a világunkban, láthatjuk, hogy emberségünk alapvető kapcsolatai Istennel, világgal, társadalommal soha nem tapasztalt vágságba kerültek.
Az ember képes arra, hogy önmagát és a világot elpusztítsa, és úgy tűnik, arra viszont nem képes, hogy az alapvető kapcsolatokon úrrá legyen, hogy helyreállítsa kapcsolatait. Jézus ezért is jön vissza, értünk jön vissza. Mit tesz Isten, hogy megmentse az embert és a világot? Istennek van válasza erre a konfliktusra, mégpedig két egymással összefüggő felelete van, az ítélet és a kegyelem. Mi az ítélet? Úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy döntés. Először Isten döntött mellettem, amikor annyira szeretett, hogy megteremtett. Aztán Isten úgy döntött, hogy nekem ajándékozza a földet. A bűnben tudatosan Isten ellen döntök. Saját magam ellen fordulok, amikor Istennel, emberrel és a világgal megszakítom a kapcsolatot. Isten az én döntésem ellenére dönt. Ez az ítélet. És mi a kegyelem? Szigeti Jenő így fogalmazza ezt meg. Isten az ítélet végső döntése előtt új döntésre ad lehetőséget. Így a kegyelem, a döntés új lehetősége a döntés előtt. A kegyelem nem egyszerűen az ítélet elhalasztása, hanem a bűn természetes következménye. Ha csak engedne az Isten, a kegyelem lehetetlen volna. A bűn igazzá nyilvánítása volna, a bűnös igazzá tétele nélkül. Mi számomra a kegyelem? Számomra az, hogy amikor tudom, hogy halált érdemlek, nem érdemlek bocsánatot, Isten végtelen szereteténél fogva mégis úgy dönt, hogy helyreállítja velem a kapcsolatot, hogy megbocsát nekem. Hogyan születik a kegyelem? Hol találkozhatunk először a Bibliában a kegyelemmel? Már a Biblia első lapjain keresztül is. Mózes első könyvében a 3. fejezet, 9. versétől a 15. verséig ezt olvashatjuk. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, ezért ettem. Mit látunk itt? Isten utána szól a menekülő embernek, nem hagyja magára, és már terve is van a helyreállításra. Ezzel szemben mit tesz az ember? Mellé beszél. Pedig Isten azért kérdez, hogy felelős döntésre indítson. A bűn következtében az ember a másikat és magát Istent vádolja. Az evangélium pedig a győzelem lehetősége. Ezt kínálta fel nekünk Isten, a megváltás csodálatos ígéretét. Az asszony magva a kígyó fejére tapos. A jelek ezért mutatnak Jézus visszajövetelére, mert a bűn kígyója annyira elhatalmasodott, és csak az asszony magva tud a kígyó fejére taposni. A kegyelem és az ítélet csak együtt érthető meg. Jónás kegyelmet vagy ítéletet hirdetett Ninive felett. Ninive rászolgált az ítéletre. Ezt olvashatjuk Jónás első fejezet 2. versében. Így szólt az Úr Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának a híre.
vajon mennyire gonosz lehetett Ninive? Milyen gonosz lehetett, hogy feljutott Istenhez gonoszságának a híre? Náhum prófétánál azt olvashatjuk, ő részletesen beszámol erről, a 3. fejezet 1. versében. Jaj a vérontó városnak, az egész csupa hazugság rablással van tele. Nincs vége a zsákmányszerzésnek. Csattog az ostor, dübörög a kerék, lovak dobognak, harci kocsik robognak. Lovak ágaskodnak, kardok ragyognak, dárdák villognak. Tömérdek a halára sebzett. Rengeteg a hulla, számtalan a holttest. Lépni se lehet a hulláktól. Mert rengeteget paráználkodott ez a parázna nő, a szépséges és bűbájos asszony, aki népeket ejtett rabul paráznaságával, és nemzetségeket bűbájával. Én most rád támadok, így szól az Úr a seregeknek, Ura. Ruhádat az arcodra borítom, megmutatom mesztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak. Szemetet szórok rád, megszégyenítelek, és pellengére állítalak. Aki csak lát, menekül előled, és ezt mondja. Elpusztult Ninive, ki sajnálja? Hol találnék olyanokat, akik részvéttel vannak iránta? Ismerjük a történetet. Jónást nem hagyja az Úr elmenekülni az evangélium hirdetése elől. Jónás ítéletet prédikál, de az emberek hisznek. Isten a kegyelemben lehetőséget kínál. Jónás az ítéletet várja, és a kegyelmet tapasztalja, mert a niniveiek megragadják a lehetőséget. Figyeljük meg ezt a történetet közelebbről is. Csodálatos üzenet rejlik ebben a történetben. Ha a bűnös szemszögéből vizsgáljuk, látjuk, hogy Isten bármilyen helyzetben felkínálja a kegyelem lehetőségét. Van megoldása, terve az újrakezdésre. A hirdető szempontjából nézve, vajon tudok-e örülni a másik ember megtérésén, ahogy Jézus tud örülni egy megtérő bűnös felett? Vagy azon kesergek, hogy elmaradt az ítélet, a jogos büntetése a másik embernek? Isten csodálatos kegyelmét mutatja be nekünk a tékozló fiú történetén keresztül is. A tékozló fiúnak az atya kegyelmezett. Ezt a történetet Lukács evangéliumában találhatjuk meg, a 15. fejezet 11. versétől a 32. verséig. Azután így folytatta. Az embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Az ifjú ekkor így szólt hozzá.
Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apja viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt. És amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Eléhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel hogy egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. A tékozlás bűn, aminek a következménye a megnyomorodás. Jól szemlélteti a történet, hogy hova jut az ember, ha semmibe veszi Isten törvényét, és tékozló életmódot folytat. Az atya kegyelme pedig az új lehetőség. Figyeljük meg a történetben, mik azok a dolgok, amikkel ezt a felfoghatatlan kegyelmet kifejezésre juttatja. Az atya a kezdeményező. A fiú elé szalad, és visszaállítja, megerősíti fiúi identitásában. Ezt fejezi ki azzal, hogy a legszebb ruhát adja rá. Gyűrűt húz az ujjára, ez családi pecsétgyűrű volt, ami a jogot szimbolizálta, hogy az atya nevében intézkedhetett. A sarú azt szimbolizálta, hogy az apa teljesen megerősítette fiúi mi voltában, hiszen akkor a szolgák mezítláb jártak, és még ráadásul lakomát is szerzett a fiának. Az idősebb fiú nem érti a kegyelmet. Igazságtalannak tartja az apja bánásmódját. Azok várják vissza Jézust, akik az ítéletet és a kegyelmet egyszerre értik. Ezt magyarázza el Péter apostol a második levelében, a harmadik fejezet, első 15 versében. Ezt írja. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékezés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is felejtkeznek róla, hogy az egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek
és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fent az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, mikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, mivel hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket. Békességben. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint. Jézus ígérete biztosan teljesedik. Ő visszajön. Sokan ezt késedelemnek tartják, pedig az Úr tűr hosszan, hogy élni tudjunk az új döntés lehetőségével. Az elemek ropogva felbomlanak. Mielőtt minden elveszik, Jézus el fog jönni. Milyeneknek kell lennetek? Teszi fel a kérdést Péter apostol. Milyeneknek kell lennetek nektek? Szent életben és kegyességben. Kérdezi tőlünk is. Jézus ma felhívja a mi figyelmünket, hogy éljünk a kegyelem lehetőségével. Hogy Jézus eljövetele az Atyával való boldog találkozást jelentse számunkra, és ne az ítéletnek valami rettenetes várását. Ragadjuk meg a ma kínálkozó lehetőségeit, hiszen csak a ma a miénk, a holnap pedig titok számunkra. A fölött nem rendelkezhetünk. Ahogy az ige is bátorít minket, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy fogadjuk el Isten kegyelmét, ami egy új, jó döntésre ad lehetőséget az életünkben. Az Úr kegyelméből. Amen. Imádkozzunk közösen. Istenem, látjuk és tapasztaljuk, hogy az utolsó időben élünk. Mikor annyi bizonytalanság, félelem vesz körül minket, olyan jó, hogy a te ígéd biztos menedék számunkra. Olyan jó, hogy nekünk nem kell bizonytalanságban élnünk, mert te biztos célt adsz az életünknek. Köszönjük, Istenünk, hogy neked már kezdetben a teremtés előtt terved volt velünk. Te már akkor döntést hoztál az érdekünkben, a kegyelem döntését. Köszönjük, hogy újra és újra lehetőséget adsz jól dönteni. Segíts nekünk, hogy ne menjenek el fejünk felett ezek az alkalmak,
add kegyelmedet nekünk most, és majd az ítéletkor is. Segíts most is, hogy most is tudjunk segítő szeretettel fordulni egymáshoz a járvány idején. Adj nekünk kitartást a mindennapokban, és felelősségérzetet egymás iránt. Köszönjük neked, Jézus Krisztust, akit elküldtél érettünk, és szent lelkedet a te végtelen kegyelmedből. Jézus nevében. Amen. Yeah.